A Túl az Óperencián interaktív mesés délelőtre minden óvodából érkeztek nagycsoportos óvodások, akik számára egy interaktív foglalkozást tartottak, ahol az általuk kiválasztott mesét próbálták feldolgozni minél élménydúsabban és játékosabban. A Madarász Imre Egyesített Óvoda mesevarázs munkaközösségének a rendezvénye ez a mai, Túl az Óperencián nevet képviseli. Ez egy mesés délelőtt a gyermekek számára, ahol egy kiválasztott mesét, egy általunk kiválasztott mesét próbáljuk feldolgozni minél élménydúsabban és játékosabban. Ehhez kapcsolódóan tartoznak különböző állomások, ahol a gyerekek a kézügyességüket, énekészségüket, mozgáskészségüket fejleszthetik, és tehetik magukat próbára. A Méhecske és a Pillangó mesét választottuk, abból az apropóból, hogy kapcsolódik a tavaszi évszakhoz, jeles napokhoz, ugyanis hogy a méhek világnapja, a beporzók világnapjához kapcsolódik, és próbáljuk célkitűzésként kitenni azt a célt, hogy a gyermekekben a környezet meg a természet szeretete minél jobban mélyüljön. A mai nap nem verseny, inkább csak kikapcsolódás. Ugyanis a kézműves tevékenységen elkészült kisnyakláncok, ami a mese szereplőivé varázsolja őket, ezeket hazavihetik, így otthonukban, illetve az óvodákban újra élhetik ezt a mesét, és átadhatják társaiknak is. A mesét már ismerősen hallgatják a kicsik. Hát a mesét már ismerik, ami újdonság lesz a számukra, hogy mi adjuk elő a mesét, illetve interaktívbe is vonjuk a gyerekeket a mese történetében.